Jövő év végére készülhet el az a több mint 36 kilométeres töltéskorona, amely a Túr folyó mentén a romániai Túrterebestől Magosligetig tart. A szakaszt kerékpárútként használhatják majd a turisták, hazai oldalon közel 17, román oldalon pedig több mint 19 kilométeren. A fejlesztésről Kisaron tartottak tájékoztatót, itt elhangzott, a beruházás egyik legfontosabb célja, hogy a gazdaságilag elmaradottabb térségek fejlődését segítse. A határon átnyúló együttműködés kezdeményezője a Szatmár megyei tanács, amely a Felső-Tiszavidéki vízügyi igazgatósággal, a kolozsvári Tisza-Szamos vízgazdálkodási hivatallal és az erdélyi Kárpát egyesülettel végzi a fejlesztést. A következő időszakban fogjuk folytatni ezeket a projekteket, tovább kell menni ezekkel az utakkal, és én bízom abban, hogy minél hamarabb Románia is be fog lépni a Schengenbe. Most a biciklitótokról beszélünk, és a Szatmár megye stratégiában én befogtam azt, hogy az egész megyét le kell fedjük bicikliutakkal. Mi tudjuk és megértettük a fontosságát. Van egy turisztikai fontossága, de van egy gazdasági is. A töltéskorona Magosligetnél a már meglévő kerékpárutakhoz csatlakozna. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 541 km hosszú árvízvédelmi vonalainak 40%-án van aszfalt vagy kőburkolat, ez több mint 210 km-t jelent. A szakemberek célja, hogy valamennyi töltésen legyen jó minőségű burkolat. A fejlesztések árvízvédelmi szempontból is jelentősek. Fontos az, hogy megvalósuljanak ezek a burkolatok, hiszen amellett egyrészről megvalósulhatnak az árvízvédelmi, esetlegesen elmaradt egyéb más jellegű fejlesztések, amelyek a védképességet növelhetik, másrészről pedig a védekezés folyamán a védelmi anyagoknak a beszállításában nyújtanak nagyon jelentős segítséget. A tájékoztatón elhangzott, a szatmári síkság Európában is egyedi növény- és állatvilággal rendelkezik, amit viszonylagos érintetlenségének, elzártságának is köszönhet. A térségben az egyik legtöbb lehetőség ezért a turisztika területén adódik. Kovács Sándor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke elmondta, a megyei önkormányzat 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó fejlesztési stratégiájában ezeket a kitörési pontokat fogalmazza meg. A mostani huróba, tehát a román-magyar együttműködési alapból megvalósult kerékpáros beruházásnál beszélnünk kell arról, hogy ez is nagyon fontos és sikeres, hogy elindulhat ez a projekt. Úgy gondolom, hogy kitekintésre is alapot ad, és a következő 14-20-as Európai Uniós forrásoknak a felhasználásáról szól. Tehát az említett stratégiát is összehangoljuk a két megyének az érdekeivel, és ezen kívül szükítjük a határmenti együttműködésre erre az ominózus huró 2014-20-as szakaszra. A két keréken Túrterebestől Magosligetig című projektet az Unió mintegy 4,6 millió euróval támogatja. A természeti értékek bemutatására magyar oldalon 6, román oldalon 4 pihenőhelyet, információs pontokat és egy internet alapú többnyelvű idegenvezetőrendszert is kialakítanak.